Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a politika, társadalom, közélet rovatunkat látják, és rovatunk mai vendége ismét Jakab István barátunk. István, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, itt lehetek. És hát csapjunk bele. Politika, társadalom, közélet. Most az összes elemző azzal van elfoglalva, hogy Davosban a világgazdasági fórum újabb ülést tartott Klaus Schwab vezetésével, és akkor ott most mennyire van súly annak, amit ott mondtak, mert elhangzott ilyen is, olyan is. Ugye két főember, akiket ugye azonosítunk azzal a hatalmi elittel, amelyik irányítja valójában a világot, Kissinger is megszólalt, és Soros Gyuri bátyánk is. Viszont amit mondtak, a szöges ellentétben volt egymással. Kissinger arról beszélt, hogy jó lenne abba hagyni ezt a háborút az oroszokkal, és nagyon gyorsan valami kiegyezést csinálni, mert Európa rámegy, meg egyáltalán az egész emberiség, és itt lenne már az ideje, mondta ez 90, nem tudom, 2-4 évesen, hogy az emberiségre végre rá beköszönjön a 100 éves béke korába. És kicsit később aztán Soros Gyuri bácsének pont az ellenkezőjét mondta, azt mondta, hogy végezni kell a piszok szemetekkel, akik ilyen szóval ilyen diktatúrát visztek meg, ilyen, mint az oroszok, meg Orbán Viktor. Úgyhogy most akkor ezeket sorba ki kell végezni, tehát most elkezdődött a 100 éves háború időszaka. És akkor háború van, vagy béke? Vagy háború lesz, vagy béke? István, hogy látod? Hát ebből is egy kicsi, abból is egy kicsi, vagy a puha takony időszaka, tehát mindegyik próbál keménykedni, de csak a puha takony állapotáig jutnak el. Sokkal mélyebbről kell kezdeni a dolgokat, ugye már 6 civilizációit leköszönt ezen a Föld nevű bolygón, és ugye meg kéne már találni azt a pontot, hogy mi volt az a dolog, amit nem tudtak megfejteni, nem tudtak megoldani, és nem hiszem, hogy mi sokkal intelligensebbek, meg okosabbak lennénk az előző civilizációknál, és mégis mi az a nagy kérdés, tudod, a király fölteszi, hogyha erre válaszolsz, akkor élsz tovább, ha nem, akkor halsz. Na most a halsz állapotában vagyunk ebben a pillanatban, mert nem tudjuk a választ, illetve tudjuk a választ, meg kimondjuk, de nem akarjuk elfogadni. És a válasz az pontosan ott van, hogy nem kisebb a feladatunk, mint annak a koportyúval lélegző halnak, akinek elfogyott a hasa alatt az óceán, a pocsolya, és ki kellett másznia egy életöltő alatt, hogy tüdővel megtanulja lélegezni. És ugye ebből lett az emberiség, ebből lett a földön lévő, tehát nem a tengerek, hanem a szárazföldi élet kibontakozása. És most mi lenne ez a nagy feladat? Tehát ez a nagy feladat az lenne most, itt és most, hogy elfelejteni az ítéletrendszereinket, ami több ezer évesek, és gyűlölünk, haragkodunk. Vannak itt sértettek, vannak itt felsőbbrendűek, vannak itt mindenki van, és mindenki a saját maga igazát akarja. És ez a mindenki saját igaza, ez ami elpusztítja az életünket és a világot, mert gyakorlatilag csak a közös minden, a tökéletes megadás, ez így fogalmazódik le. Hát ha megadásba tudunk kerülni a világ dolgával kapcsolatosan, akkor tudunk csak tovább lépni. Na most ezt a megadást elérni az embernek ma úgy néz ki, hogy ez elég lehetetlen feladatnak tűnik. Ugyanakkor, hogyha már a jelenlegi állapotról beszélünk, igenis az Oroszország által kezdeményezett háborúnak a kimenetele nagyon nagy mértékben fogja befolyásolni, hogy lesz egy Covid-diktatúra, mert ugye azokkal az erőkkel küzdő most kőkeményen, akik ez a pártuzat óriási, gigantikus vállalat, aki intézi az olajbizniszt, a fegyverbizniszt, a gyógyszerbizniszt, most éppen ugye a fegyverbizniszek keresnek elég jól, most őszre vissza akarják hozni a gyógyszerbizniszt, de már nyíltan kimondják, hogy Nigériából származik ez az új majomhímlő, vagy nem tudom micsoda. Majomhímlő, ez annyira jó karikatúra volt, hogy egy majom egy géppuskával a páncélok között. De egyszerűen ez a puha takony, tudod, hogy már tudunk mindent, igaz? Igen. Tudjuk a hazugságot, de mégis megengedjük. És hogyha valaki követte Hanvas Béla munkásságát, van egy könyv, az a címe, hogy Énok, meg kell, el kéne olvasni, hogy az Antikrisztus nem más, hogy nem személy, hanem egyfajta emberi tulajdonság, amit most tapasztalunk, hogy tudjuk a bűnt, de megengedjük. Tudjuk a mocskot, de megengedjük. Tehát mind a két oldalon 100 éves háború, 100 éves béke, ebből lesz a puha meleg takony az emberiségnek. Tulajdonképpen, de semhol nincs egy
egy karakteres kiállás, és a megoldás, meg ott van, ahol elmondtam, hogy megadásba lenni, mert az ember az ilyen. És abban a pillanatban, hogy ha ember tudsz lenni, és nem kell haragba, gyűlöletbe élned, akkor igenis ez a feltétel nélküli szeretet, ami nem arról szól, hogy mindenkit átölelek, hanem a tökéletes megadásba lenni a világgal kapcsolatosan, és abban a pillanatban nincsenek új érzelmi modulosok, ami harag és gyűlöletet generál, akkor szépen ezek a hullámok, ezek elcsengenek egyszer. Tehát, hogy ha Magyarországot nézzük, és itt a WHO jelentés, ugye, hogy mégiscsak aláírtuk a kutyafáját, és akkor egy kis szervezet elkezd szervezkedni, kimegyünk 200-300-an, de nem tudunk erőt mutatni, ugyanakkor több száz ilyen okos kis szervezet van, aki már másképp akar, másképp gondolkodik, hogy mi akadályoz meg bennünket abban, hogy ezeket a kis szervezeteket összefogjuk, és közös fellépésünk legyen. Micsoda? Mi mert van? Már is jön hogy az a Fóris hölgy megint elkezdett zsidózni, meg mit tudom én. Tehát abban a pillanatban, hogy föl tudjuk ott meg is uralkodj elvét, bármilyen módon el tudjuk szedni, már is nem közösen lépünk föl a saját érdekeinkért. Márpedig a rossz hírem az van, drága politikusainknak, hogyha ez a WHO bácsi itt államok fölött fog ügyködni, akkor a parlamentben lévő kis hősöket is be akarják majd oltani. Nem tudom, hogy ez hogy védi ki, vagy erre úgy most nem gondoltak még, hogy hogyan tudják ezt. Ugye, mert azt mondjuk most se, ugye ezt, hogy halljuk, de megengedjük. Mi az, hogy nekik nem kell oltakozni, nekünk meg kellett, igaz? Tehát milyen demokrácia ez, vagy minek hívhatjuk ez? Semminek, és ezen úgy túljutottunk, és az ő családtagjainknak se kellett, és stb. Tehát ez az egyenlőbbek az egyenlők között, és amikor az emberek majd valamilyen bűnbakot találnak, akkor őrült módon, mert a haraggyűlölet az ugye a tehetetlenségből az adódik, fognak, elindulnak, és mindent letaposnak maguk körül, na és akkor valami civilizációnknak vége, mert nagyon egyszerű ezt a piros gombot megnyomni, és akkor atombombákkal telerakosgatni ezt a gyönyörű világot, mint az, hogy végre rájönni, hogy az emberi természete ilyen, és igenis az ítélkezésmentes megadásokkal telített élet az egyetlen megoldás a világban. Lehet itt haragodni, gyűlölködni, ide jutottunk, itt vagyunk. Kiválasztott népek, hát kiválasztották magukat, de nézzük meg, a Hitler hova jutott el, a zsidóságot nézzük meg, hogy hova jutott el. Már a vallásnak vége van. Én ezt állítom. A muszlimok ezt még annyira nem nagyon akarják elvállalni, de nézzük meg, hogy a kereszteljesség is kifullad. A zsidóság sem már az a hitű zsidóság, tehát ami volt, igenis lépni kell egyet. Tehát az általános Isten, én vagyok a szeretet, ez az egy Isten kép létezik bennem, és az összes többi az csak vallás. És ha ide el tud jutni az emberiség, akkor van tovább útja. Ha nem, akkor kipusztul. Ilyen egyszerű. Igen, addig, amíg valláskövetők vagyunk, addig mindig itt lesz a megosztottság. Hát így van. És akkor jönnek a hittérítő vallások. Egyébként próbálja meg te kereszténként egy zsidó vallást fölvenni, ők kirekesztenek, nem engednek. Oda-vissza mi kereszténként befogadunk, de a kereszténység is kifulladt ilyen szempontból, mert szeretetről beszélünk több ezer éve, de közben égnek a mágiák, mert keresztre feszítjük az egyetlent, akit követnünk kéne, igaz? Mindenki Jézusról beszél, Jézus siratja, de őt nem követi. Mert ha Jézus követnénk, akkor a világ nem ez lenne, ami most van. És akkor megint jön, hogy a Mohamed proféta mit szólna ehhez című dolog, és már is ott van az anakronizmus, már is van, majd az én Istenem azt akarja, hogy gyilkoljuk egymást. Na most ez az emberi faj nem alkalmasabb másra, mint a kipusztulásra. És hogyha nem jönnek rá, hogy a vallások fölött van egy igaz Isten, és én vagyok a szeretet, akkor sajnos ennek az emberisnek semmilyen lehetősége nincsen, és ráadásul ezt is olyan módon csinálják meg, hogy látják, hogy mit tesznek velük. Elmennek, megteszi. Elmennek, elfogadja. És puha háború. De ott emberek halnak meg, és ez kemény dolog minden nap, igaz? Hogy de viszont egy másik érdekes gondolata, ugye most már látjuk, hogy BRICS országok összefognak, rengeteg afrikai ország csatlakozik hozzájuk, tehát az amerikai hegemóniának vége. Ugye erről beszélgettünk, onnantól, hogy a fiat pénz megszűnik, onnantól, hogy a petrodollárnak vége van, amit egyébként pont Kissinger intézett el. Tehát gyakorlatilag, ha már annak idején, a yuanban lehet, meg euróba, meg rubelba kereskedni, onnantól vége a dollár használatának, akkor látjuk, hogy Amerikán belül milyen órási feszültségek vannak, tehát nagyon sok barátom van ott, beszélgetünk, és ők várják, hogy mi az a kis pont, ami pattan egy óriásit, és Amerikában óriási problémák lesznek. És innentől fogva ez az egész globalizációs erő, ez meggyengül, csak én megkérdezem, hogy milyen ez az új
milyen ez az új centúrium, milyen ez az új világhatalom, és akkor ugye itt Kína tudossa fölfel a kis mancsát, de én azt a világot se szeretném, azt a világot se, amit a kínai demokráciának hívnak. Hát nincs rá nagy igény, ezért nem is nagyon gyakorolják című dolog, de ez az új világrend, amit két világrend alakulnak ki. Amit ezek szeretnének, ugye olcsuk QR-kód, stb., de a kínai világrend az ugyanígy néz ki, csak pirosra van festve. Tehát, hogy az emberiség valószínűleg nem erre fizetett be, és hogy mi lesz Kínával, hát látjuk, hogy most Shanghai, amit csináltak 7 vagy 8 hete, aki valaha vállalkozott, az tudja, hogy az alapanyagok nagy része a shanghai kikötőkből érkezik, és nem jön az áru. Ez nem hiszem, hogy a kínai gazdaságnak is jót tenne. Látjuk a képeket, amiket azért föltesznek a világhálóra, hogy ott azért olyan terror van, és volt 25 vagy 26 covidos halottjuk, tehát látjuk, hogy valami tesztelésről szól ez az egész, tehát azt a világrendet sem biztos, hogy szeretnénk, és akkor itt vagyunk, hogy akkor tessék mondani, hogy mi lesz. Ugye az orosz világot se tudjuk, azért látjuk, hogy az Oroszországból ugyanúgy szögdösnek el emberek, pont Törökországban láttam egy filmet, ahova orosz értelmiségek mentek el. Nem tudom, milyen világ lesz. Tehát ha most kéne szavazni arra, hogy kipusztulás van, vagy az emberiség túlélesz egy elég szituációt, én arra szavaznék, hogy a Jóisten kezébe vagyunk, pont, mert én ezt szeretném, ezt a világot szeretném, meg el tudom képzelni, de látszik, hogy azok az erők, amelyek működtetik a világot, ezek a kipusztulásra játszanak. És mi kell ehhez? Hát az kell ehhez, hogy amikor a WHO-vel kimegyünk tüntetni, ne 300-al legyünk, hanem ezek a csoportok, akik másképp gondolkodnak, és ezt az új világot szeretnék, ezt fogjanak már össze. Tehát, hogyha nincs összefogás, akkor lehet Nexus TV, lehet VNTV, lehet 100 jó szándékú csoportosulás. Ezt az összefogást kéne valakinek nagyon koordinálni. És ez akár lehetne még a mi hazánk is, ugye, hogyha nem most az új rendszerük felépítésével lennének nagyon elfoglalva. Igen. Akár valamilyen olyan társadalmi szerveződés, aminek nem most kell fölállnia, például a Magyarok Világszövetségének akármi. Tehát, hogy fogja már össze azokat az erőket, akik közösen tudnak bármit tenni, mert 300-an soha nem tudtunk semmit. A héten csináltam egy beszélgetést egy kanadai barátunkkal, akik ugye emlékszünk, hogy februárban nagy kamionos tüntetés volt, és hát ott ugyan nincs háború, meg egyéb, de hát a Covid diktatúra ellen lázadtak, felmentek a kamionosok, végül is aztán a demokráciát megcsúfolva, meg hát most már gyakorlatilag a demokrácia, hát nem tudom, lassan már szitokszóként értelmezhető csak, vagy csúfságként. És hát elmúlt ez a kamionos ügy, de nem hagyták abba a kanadaiak, szervezkednek, szerveződnek, és egy nagyon szép mintát kaptunk tőlük. A városokban egy-egy moderátor, egy-egy hangadó, egy helyi kijelölt egy parkot, és meghívta az embereket, hogy találkozzunk ott. És elkezdtek rendszeresen, minden szombaton találkoznak, egyre bővülő csoportokban a helyi emberek. És a helyi emberek, a helyben lakó emberek kezdik magukat megszervezni, hát vannak előadások ilyenkor, ilyen-olyan, amolyan, de alapvetően, ami nem látványos annyira, ez mögött valóban egy szervezeti struktúrát is kezdenek összeépíteni. Mert ugye a kiszolgáltatottságunk attól van, hogy a másik oldal, az ellenoldal, amelyik az életünket akarja mindig megszerezni, a gondolatainkat, a lelkünket, az tervezett és szervezett. Tehát terveket készít és megszervezte magát az elmúlt 100 évek alatt, vagy több ezer év alatt, és ezt a programot hajtja végre. Mi pedig ártatlanul itt állunk, és mindig csak sopánkodunk a jelen pillanatban történő atrocitások miatt, hogy jaj, hát most ez van, és akkor aztán jön majd egy újabb, és akkor már ezt el is felejtjük, hogy az előzőre sopánkodjunk, vagy ezt befejezzük, mert már most egy újabb pofont kaptunk. Tehát a szervezettség, tervezettség, na most, de ez csak a kedves nézők, ezt mindenki a saját településén otthon tudja intézni. Tehát ehhez nem kell külön egy nagy vezér, aki majd itt kiáll a Kossuth téren a szónoki emelvényre. Ő nem fogja tudni elintézni, hogy Ózdon, Tamásiban, Siófokon, vagy nem tudom én, Zalalövőben elinduljon valami helyi szerveződés.
ezt az ott lakók tudják csak megcsinálni. És hogyha elindulnak, akkor valóban ezek a szervezetek kereshetik egymást. És nagyon fontos volt, amit mondta, hogy tegyük már félre azt, hogy ez ezért nem jó, az azért nem jó, ezzel ez a baj, ez az ember ilyen, ez egy olyan, addig, amíg nem tudunk elfogadni, és nem azt keresik a másikban, hogy mi az, amivel azonosulni tudok, mi az, ami érték, amit ő hordoz, mert mindannyiunkban vannak értékek. És visszatérve a nagy képhez, valóban én azt gondolom, hogy most egy korszakváltásban vagyunk, és nem az elején, tehát ez van egy game over, szóval elkezdődött az emberiség felszámolása, tehát a játék vége, de ezzel együtt, mint a kicsit túltolták volna ezek a nagy tervezők, mert a nagy medvével nem úgy számoltak. Egy érdekes gondolatot azért engedj meg nekem, hogy ott volt a kanadai kamionosztrájk, igaz? És akkor, amikor kitöltött vadba a magyar forgalom, akkor hirtelen jött a szuezi válság, igaz? És a kanadaiból akkor lett volna egy óriási nagy átfogó dolog, óriási lépés, amikor Amerika, stb. Az ottani kamionosok hozzáálltak volna, és akkor megjelent a nagy medve. Tudod, ezeket úgy az ember fülébe azért ott csengenek a dolgok, hogy lehet a végén csak egy maradhat, és egyetlen egy erő, ami irányítja ezt a dolgot, de nem láthatunk ugye a színfalak mögé egyébként. Most már ugye szegény Putyint is temetik, de ha a georgiai köveket említjük, akkor ma ugye már nyíltan beszélnek róla, hogy 500 millió boldogan elég nekik szolgálnak, és amikor látjuk ezt az egész davoszi társaságot, hát nem tudunk rájuk fölnézni, tehát, hogy mindegy, és akkor most jön az, ami idáig beszéltem, hogy az előítéleteket letéve, ugye a gazdaság potenciálnak a 90%-a ott van az ő kezükben, és akkor most Kínáról meg még az oroszokról nem beszéltünk, de a pénzügyi rendszernek biztos, hogy nem lőttem mellé a számokkal, és nem látom az ő céljukat. Most oké, maradunk 500 millióan, egy pár atombombát ide-oda elbújunk, de nem tudunk abba beleszólni, hogy a fejünk fölött ne csurogjon a chemtrail, igaz? Tehát a legnagyobb bajom nekem, ha van, akkor az, hogy a hatalom megszólíthatatlan. Tehát, hogy mi az, hogy egy ilyen kis ország nem tért arról, hogy a chemtrail repülők nap mint nap a feje fölött befolyásolják az éghajlatot. Mi az, hogy nem tudunk beleszólni az ivóvizeinkbe, milyen trutymákot tesznek a fokrémeinkbe, stb. És az életünk így, a nagy dolgokban abszolút nem tudsz beleszólni, de egyébként már a hatalom megszólíthatatlanná válik, és most jön az visszatérve rá a Hanvas Bécére, hogy amíg az emberiség ez nem veszi észre, hogy mit művel magával, addig esélye sincs arra, hogy egy új életet kezdhessen. És ez a nagyon rossz példa, ez a lágy meleg takony című dolog, de közben nincsenek nagy érzelmi impulzusok, ezt csak erre próbáltam, hogy jaj, most elkezdünk majd most mit oltani, most ilyen majomhimlőt oltani, de már mondták, hogy a mi korosztályunk nem veszélyeztetett, majd a kis gyerekeinket oltogatják, stb. Tehát látjuk azt, hogy bármit megtesznek velünk, és ezt mi lehajtott fejjel elfogadjuk, ugyanakkor a bevásárlókocsit kétszer megcsörgetjük egy hónapban a gazdaságos parkolójába, akkor nyugodt és békés az ember. Igen, most megint egy ítélet jön, hogy akkor bocs, de akkor ezt érdemled. Tehát, hogy ha elfogadom, hogy van ébredés, de mindenki a saját szintjén fog ébredni. És hogy ez a szint, ez megengedi ezt, hogy egy új világba átlépjünk, megengedi ezt, hogy a hal kilépjen a szárazföldre, és elkezdjünk egy újfajta gondolkodásmóddal élni, létezni. Ez a következő 1-2 évben eldől. És itt, ahogy a hatalmak sokkal gyorsabban fognak ám átalakulni és változni, és az orosz háború kimenetel igenis befolyásolni fogja az oltakozást világszinten, az ENSZ-et, és ez az egész hatalmi rendszer recseg, ropog. Tudod, csak az új, arról nem tudunk elmondani, hogy az milyen lesz. Tehát, hogy én a kínai modellt úgy nagyon nem szeretném egyébként, hogyha úgy az egyéni véleményemet elmondhatom, de a Jóisten velünk van. Ennyit tudok csak mondani. Hát akkor bízzuk magunkat rá. De azt mondja, hogy gyerekek, nektek ennyi volt, tipli van, akkor tipli van. Tehát, hogy mert mindent elkövettünk azért egyébként az életünkben, hogy egy új civilizáció, vagy egy 100 000 év múlva átvegye a helyünket. És valóban föl kéne vésni, gyerekek, hogy bocsánat, de ezt rontottuk el. Csúnyában akartam mondani, de már bőven volt vulgaritás ebből az adásunkban. És aztán, ha el kell menni, akkor elmegyünk. És amikor megkapjuk újból a lehetőséget, akkor majd visszajövünk, folytatjuk.
De Nexus TV és VNTV akkor is lesz. De Nexus TV és VNTV akkor is lesz. István, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk. A nézőknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nézzék továbbra is műsorainkat, nézzék továbbra is a VNTV műsorait és a Nexus TV műsorait. Viszontlátásra! Viszontlátásra!